különleges helyszínen vagyunk Balatonszabadiban, a Veselyi utcai gyülekezet alapításának 150. évfordulóján. Egy olyan táborhelyet tudtunk megvásárolni itt a Balaton mellett, ami reményeink szerint a gyülekezetnek a missziós céljait szolgálja. Annak idején alapító Meyer Hendrik is egy telket vett, és azzal kezdődött a Veselyi utcai misszió. Hiszük, hogy ennek a teleknek is Isten tervében fontos szerepe van. Balatonszabadi, mi vezetett minket ide? Mindjárt kiderül, csak egy kicsit visszapörgetjük az időkerekét. A mostani gyülekezet számára, hogyha ismeri a múltját, hogy miken ment keresztül és megmaradt, akkor ez erőt adhat adott esetben nehéz helyzetekre nézve. Alig két évvel azután, hogy az első újkori baptista gyülekezet megalakult Nagy-Magyarország területén, a Székesfőváros legdinamikusabban fejlődő részén, Terézvárosban, a Veselényi utcában egy Nassauból érkezett német bibliaárus, Meyer Hendrik életre hívta a vesi ősét. Pedig a környezet nem volt a legbarátságosabb. Ezt írta az alapító. Az egyháza maga külsőségeivel pusztasággá vált. A papokat megvetették és gúnyolták. Az emberek legkedvesebb olvasmánya a kártya volt. A bibliaolvasás és az imádság jámbor, ostoba dolognak tűnt a szemükben. Volt egy fiatalember, aki meghallotta ezt a hívást, Isten hívását, és ő nem azért jött ide, hogy gyülekezetet alapítson, ő bibliaterjesztő volt. És amellett, hogy Isten örök, Jézus azt mondja, hogy a föld és ég elmúlik, de az ő beszéde nem múlik el. És ezt érezte, tapasztalta meg valahogy, az Isten igéje, a Biblia az egy olyan érték, amelyet neki képviselni kell, amelyet arra érzett hivatást, hogy terjessze, vigye, és így érkezett Budapestre. És amikor elkezdte itt terjeszteni az Isten igéjét, került szembe azzal, hogy akiket ez érdekel, azok nehezen tudnak bekapcsolódni egy Jézust követő közösségbe. Történelmileg ismert, hogy az az időszak mélypont volt nagyjából minden történelmi egyháznak, tehát nagyon kevés élőhitű gyülekezet volt, és akkor döbbent rá, hogy az Isten igéje szerint élni akaró embereknek szükséges a közösség. Vasárnapiskolát szervezett, tehát a környékbeli gyerekeket összehívta, leültette, kapta kakaót, egy kiflit, és közben evangelizálta őket, hát beszélt Jézusról, és hát a szülők jó helyen tudták a gyerekeket, és előbb-utóbb elkezdtek érdeklődni, hogy hát mégis hova járnak a gyerekek, és az első megtérők azok gyakorlatilag innen adottak, tehát ez egy nagyon jó elgondolás volt Meyer részéről. Meyer Hendriket igazolta, hogy egy évvel az alapítás után az ország távoli tájain élő baptisták is a budapestiekhez csatlakoztak, és egy hitközségé alakultak. Alig 10 év múlva megépült a fővárosban az első baptista imaház. Először a templom épült meg, ez 1887. augusztus 20-án lett átadva, kevesebb, mint egy év alatt épült fel. Tehát ez akkor a 19. század végén, ez egy nagyon nagy tett volt, tehát tényleg egy kihívás, de nagyon lelkesek voltak a munkások is, összejött a pénz rá. Magát a telket azt Meyer Hendrik, úgy emlékszem, hogy örökségből finanszírozta, tehát ez gyakorlatilag itt a 7. kerületnek az egyik utolsó eladó telke volt, és ezt vette meg. Egy levélből úgy tudom, hogy például a jelenlegi padokat, ami az imaházban van, azt Meyer saját kezével készítette, kihasználva az asztalos tudását, és hát adakozás, nagyon lelkesen adakoztak a korabeli testvérek.
Aki az egyház történelemmel foglalkozik, tudja, hogy innen indul gyakorlatilag 150 éve a baptista mozgalom, az az ága, ami meg is maradt, mert korábban is volt erre példa, de azok nem maradtak meg, azok a közösségek, ez most már tényleg 150 éve egyfolytában itt van, és mindenhonnan, tehát a Kárpát-medence minden részére innen indult a misszió. A 19. század utolsó évei mérsékelt sikert és sok megpróbáltatást hoztak a gyülekezet és Isten, illetve a Biblia minden hatóságát hirdetők számára, ám Meyer Henrik és segítői nem adták fel. A gyülekezet 25 éves évfordulója előtt a következőket mondta az alapító egy újévi fogadalom keretében. Mindenkivel jót akarunk cselekedni, kivált képen pedig hitünk cselédeivel. Mint Istennek sáfárai, minden rendelkezésünkre álló eszközzel azon leszünk, hogy az Isten országának terjedését támogassuk. A kapzsiságot, fényűzést, mértéktelenséget és mások elnyomatását megakadályozzuk, és mindenek előtt egy dolgot óhajtunk. Annak dicsőségére élni, aki minket a sötétségből az ő csodálatos világosságára hozott. Amen. Mai napig is arszpoétikája Vesény utcának, hogy ha bejön valaki, akkor azt fogadják szeretettel. Most nem is kell mondani, oda mennek hozzá, honnan jött és a többi. Nagyon-nagyon szerető otthonommá vált a Vesény utca. A Biblia megismertetése és Jézus hívó szavának közvetítése mellett a gyermekek tanítását, a szegények és rászullók segítését kezdetektől felvállaló baptista gyülekezet 1905-től egyfajta védelmet élvezett, hiszen munkájukat látva az állam is elismerte a baptista vallást. Meyer Henrik ez ellen ugyan tiltakozott, ám ez a döntés új lehetőségeket is adott az egyháznak, illetve a gyülekezetnek. 150 év az nagyon-nagyon sok öröm, de azért sok fájdalom. És tévedés, és nehézség, és Isten ad új kezdési lehetőségeket. 1910-ben megalapították a baptista egyház nyomdáját, két évvel később pedig a Wesselényi utcai gyülekezet Budafokon házat épít az öregeknek. Ekkor jelent meg az alábbi felhívás a hívők körében. Kamra, pince, kassa hamar kiürül. Vannak tyúkjaid? Hát, ha az idősek számára is tojnak egy-két tojást. Disznót kövérebb lett, mint az előző? Hát, ha öregjeinkért lett nehezebb. Jó termésed volt gabonából, burgonyából? Jusson eszedbe, pince, lisztes láda van az öregek otthonában is. A felhívás sikeres volt, mint ahogy Meyer Henriknek és feleségének, illetve az őket segítőknek legtöbb kezdeményezését siker koronázta. Meyer Henrik Budapestre érkezése előtt néhány magányos baptista bujdosot szerte az országban, ám 46 évvel később, amikor Isten a jobbjára hívta őt, akkor már 23 ezer megtért lélek követte 700 gyülekezetben. 1919. márciusában a halálos ágyán így búcsúzott a vesi ős alapítója. Nem sokára elválok az élettől, jó alapot fektettem le. Építsetek most már tovább ti erre, a legszentebb alapra, Jézusra. Én már nem leszek többé nálatok. Az Úr legyen veletek. Meyer halálát követően az első világháborúból felocsúdó ország ismét szomjazott a lelki támogatásra, amit a Wesselényi utcai gyülekezet tagjai igyekeztek is megadni mindenkinek, de egy újabb történelmi tragédia ismét megpróbáltatás elé állította a hívőket. Nemzetünk eddigi vagy utóbbi időben legnagyobb válsága a Trianon volt. Addig Budapest központtal és a Wesselényi utcai lelkipásztor irányításával az egész Kárpát-medence ide tartozott. Minden tekintetben. Trianon ezeket a határokat nagyon leszűkítette, úgyhogy a határon túlra került baptisták, mert a fele baptista, magyar baptista, az külföldön él. Pontosabban a jelenlegi határon kívül él. Gyakorlatilag előről kellett a szervezeteiket létrehozni, de életképessége úgy tűnik, Istentől kapott energiaforrásból túlélte a nehézségeket. A 30-as, 40-es években kívül-belül feszültségek terhelték a gyülekezet életét. A közös nevező érdekében 1935-ben még versbe foglalt aranyszabályokat is elfogadtak. Íme a második versszak. Tárgyaláskor, ha lehet, szót kérek, s ha nyerek, csak röviden szónoklok, aztán hosszan hallgatok.
A hallgatás persze csak akkor volt jellemző a gyülekezet tagjaira, ha tényleg muszáj volt. Egyébként aktív évek következtek a II. Világháborút megelőző időszakban. Az akkori vezető, Lehoczky József 1941-ben, élete végén ezt írta. Sok elmondani valóm lenne, de mindenek summája ez. Ne éljünk henyélő, semmittevő életet, mert az Úr számon kéri egykor életünk munkásságát. Teremtő Úr, magasztalunk téged ennek a világnak a szépségéért, és amikor egy részt, amit Édennek álmodunk, most birtokba veszünk, szeretnénk kérni téged, segíts, hogy soha el ne felejtsük, hogy úgy adtad birtokba annak idején, hogy azt mondtad, hogy őrizze, és művelje azt. Segíts bennünket szorgosan őrizni, munkálni, és segíts bennünket művelni teljes hűséggel és odaadással. A II. Világháború minden értelemben nyomorúságot hozott a hívőkre. A Wesselényi utcai imaház is találatot kapott, ám annak ellenére, hogy egy kaszárnyát is elpusztított volna az a bomba, ami beszakította a tetőt és az épület szintjeit, az imaházban nem oltott ki emberéletet, és a szerkezetét is csak megrongálta, mert nem robbant fel. Az Úr óvó tekintetét ekkor is a gyülekezeten tartotta. Ez egy 100 kilós bomba volt, ami gyakorlatilag átszakította az összes fődémet, és itt az alaksorban van egy előadó termünk, és annak a színpadnak a közepére érkezett ez meg. Hát maga a nyomás, amivel lejött, az kicsit szétnyomta a falakat, de nem robbant föl. És hát ugye ez a nagy mondata ebben a történetben, hogy ha az a bomba felrobbant, tehát akkor azt mondja, hogy kőkövön nem marad, de nem robbant föl. Kegyes volt hozzánk az Úr. Az 1948-ban összehívott jubileumi közgyűlés önmagáért beszélt. Soli Deo Gloria, avagy egyedül Istené a dicsőség. E jelige igazát igazolták a következő évtizedek, amikor minden vallási felekezet, minden gyülekezet ki volt téve a kommunista hatalom támadásának. Jött az államosítás, akkor gyakorlatilag a templomon egy-két helységen kívül minden mást államosítottak, és vadidegeneket költöztettek be. Az állami egyházügyi hivatal, az főleg a szabad egyházak tanácsával közösen ellenőrzés alatt tartotta az egyházakat, főleg a protestáns egyházakat, de a kis egyházakra, ahol hát lelkesebb volt, meg igeszerűbb volt, nem annyira világias az istentiszteleti alkalom, azokra külön oda figyeltek nagyon. Úgyhogy meg akarták oltani valóban azt a lendületet, ami volt ezeknél a gyülekezeteknél, hogy ide jártak a tagok. Sok fiatal is volt, bemerítések voltak akkor elég szép számmal, és hát ének zenekar működött, tehát ezek irritálták azt a vallásellenes eszmét, amit ők meg akartak itt valósítani. A folytonos zaklatások ellenére egyre erősödött a vesi. Herjecki András lelkész 1965-ben a lelki gondozás intézményét is bevezette. Mondván, fáradtak ereje Jézus. A lelki gondozást vállalóknak intelmeket is alkottak, amelyek főpontjai így szóltak. Ne ítélettel, hanem szeretettel közeledj minden testvéredhez. Mielőtt valakit meglátogatsz, beszéld meg az Úrral. Kérj az Úrtól egy alkalmas igét, amit magaddal vihetsz. 2019-es imahét után kaptunk egy ígét az Ézsaiás 42:7-ből. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Tehát azok, akik jelentkeznek, hogy szükségük van többre, hogy tovább vigyük az őket mentorálásban, tanácsadásban, imádkozzunk értük, igen, ezekkel a testvéreinkkel szoktunk foglalkozni hétköznap. Úgy érzem, hogy ez az elhívásom a szívem vágya vált valóra, amin most is csak csodálkozom. Állok és nézem, hogy Isten hogy munkálkodik. Amiért éveken keresztül imádkoztunk, és nem csak mi, hanem ez a gyülekezet mindig egy imádkozó gyülekezet volt. 1991-ben kerültem be egy imacsoportba,
és tőlük egyszer megkérdeztem, hogy mióta imádkoznak a gyülekezetért, és azt mondták, minimum 40 éve. Tehát ebbe léptünk mi bele igazából, ez az ima csoport, úgy érezzük, és ezt folytatjuk, ezt visszük tovább, amit ők elkezdtek, a mi drága elődeink. Van egy szociális alapja a gyülekezetnek, amit rendszeresen feltöltünk, meg nagyon sokan adakoznak ilyen célra. Tehát van egy ilyen készség is a közösségben. Ha egyáltalán lehet ezt rangsorolni, akkor még fontosabbnak látom azt, hogy a családok mellett, az emberek mellett ott lenni, lelki támogatást nyújtani, krízisekbe, konfliktusokba, családi problémákba, mert nagyon sok ilyen jellegű kihívás is van, és úgy tűnik, hogy egyre több. A Vesi életében a következő nagyobb állomása rendszerváltás volt, illetve a hajdani ingatlanok visszaadása. Körülbelül 30 éve visszakaptuk az egész épületet, itt van két diák otthon, és emellett pedig nagyon sok rendezvénynek otthont ad, tehát akár a szeretett szolgálat rendezvényei, akár ifjúsági konferenciák, istentiszteletek vannak, bibliatanulmányozó csoportok, egyetemi csoportok, tehát nagyon sok olyan kisebb-nagyobb létszámú rendezvény van, ami nyilván viszik ennek az épületnek, ennek a közösségnek a jó hírét, meg egyáltalán a hírét. A Tirannoszház elnevezése az viszonyulik az apostolok cselekedetei könyvben írt egyik történetre, ahol Pál apostol annak idején egy Tirannosz nevű ember házában lakott, és ott előadásokat tartott és tanította a betérő embereket Isten dolgaira. Általában ezek a házak, ezek kis létszámú egységek, fő célja az, hogy mire az egyetemi évek végére érnek a fiatal férfiak, addigra valóban krisztusi jellemben megerősödött személyekké váljanak, és úgy térjenek haza, vagy úgy álljanak munkába, és képviseljék a krisztusi értékeket a saját környezetükben. Fontos még, hogy a Tirannoszház egy felekezetközi kollégium, és évenként változik az összetétel attól függően, hogy kiket veszünk föl, illetve kik fejezik be a tanulmányaikat. A kapcsolatok és a híd a felekezetek között megerősödik, mert amikor itt végeznek, és aztán utána elhelyezkednek különféle pozícióban, illetve visszamennek a saját közösségeikhez, akkor mindig ezek a barátságok megmaradnak. Mindenki tapasztalhatta élete során, hogy milyen csodálatos dolog Isten áldásaiban gyönyörködni, munkáját meglátni, és különösen felemelő érzés mindezeket testvéri körben átélni. Idézet az 1994. októberében megjelent Veselényi utcai hírekből. A baptizmusnak a lényegét jelenti a közösség. Közösség Istennel, közösség egymással. Tehát mi nem azért menjünk csak a templomba, hogy egy résztvevője legyünk mondjuk egy misének, vagy egy Isten tiszteleti elemnek, vagy egy prédikációnak, most nem minősítem, hanem azért is, hogy az Istennel volt kapcsolatunk megnyilvánuljon az egymás iránti szeretetünkben is, befogadásunkban. Mi, vagy a mi gyülekezetünk lehet egy kicsit más, mint a többiek, de a lényeg, hogy a lényegről szóljon, Jézusról szóljon. Nagyon tetszik, hogy a Veselényi utca egy gyűjtőhely lett. Azzal, hogy itt van a Tirannoszház, és itt van a BTA-nak, a Baptista Teológiai Akadémiának is a diák otthona, az a nagyon sok fiatal került ide. Úgyhogy ezek itt találkoznak, és a gyülekezetünket is gazdagítják, néha a szolgálatukkal is. És ilyen módon ide is helyezték a budapesti ifjúsági találkozókat. Ezek különböző alkalommal, de általában két hetenként vannak, akkor 100 fölötti vagy 200 körüli létszám is összejön néha, és ez nagyon földobta itt. Úgyhogy a karzatunk délelőttönként tele van ilyen 30 év alatti fiatallal.
2013. júniusában nekem is és Ildikónak is az volt a szívünkben, hogy jó lenne összejönni, akár többet magunkkal imádkozni, keresni az Urat is, kérdezni azt, hogy merre tart az életünk, merre tart a gyülekezet élete, hogyan tudunk segíteni ebben, hogyan tudunk szolgálni. És 2013-ban egy év végén egy 3-4 fős imacsoport alakult. Két évig, két hetente együtt voltunk imádkozni. 2016. januárjában a lakásunkban, az akkori lakásunkban összejöttünk 10 körülbelül, szombat este 5 órakor, azzal a megfontolással, hogy dicsőíteni fogjuk az Urat, imádkozni fogunk, Bibliát fogunk tanulmányozni, és várjuk Istennek azt a munkáját, amit vártunk, vágytunk, hogy megvalósuljon az életünkben. Az emberek hallották, hogy te van nátok házi alkalom, akkor jönnénk mi is. Tehát mi nem is reklámoztuk. Nagyon hamar 30 fő fölé gyűltünk, vagy nőttünk. Ez egy nappaliban, egy lakásban már kényelmetlen volt, akármekkora nagy nappaliban mentünk, de kényelmetlen. És akkor gondolkoztunk azon, hogyan tudnánk ezt kicsit komfortosabbá tenni. És ez a komfortosabbá tétel úgy történt, hogy kaptunk egy nagyon kedvező áron egy kávézótól egy szombatesti lehetőséget, ahol folytattuk ezt. Ott már 50-60-an voltunk. A Veselényi utcai baptista gyülekezetbe jövünk össze, itt ebben a nagy teremben, ahol most is vagyunk. Akik a szombat 5-ben járnak, nem feltétlenül vesi tagok. Sok fiatal jön más felekezetből is, más gyülekezetekből is, viszont a szombat 5-nek a szolgálói, vezetői innen vannak a Veselényi utcából, Veselényi utcai tagok, innen nőtte ki magát, itt vannak a gyökerei a szombat 5 mozgalomnak a Veselényi utcai baptista gyülekezetben. Minden evangéliumnál a meghatározó dolog az, hogy megnézték, hogy ki a célközönség, kinek szól. És mi is fontosnak találjuk, hogy a ma emberét tudjuk megszólítani. Ezért próbáljuk ezt követni, mindig sikerül, mert a ma ember is nagyon sokféle. Tehát próbáljuk ezt az igehirdetésnek a közvetlenségébe, ugyanakkor elmélyültségébe, a zene sok színűségébe, hogy van benne klasszikus rész, van benne modern, fiatalos rész, és úgy érzem, hogy mindenkit a maga szintjén kell tudni elérni, és ebben mondjuk például az alapítunk, melyen rendik, olyan értelemben is példa, hogy ő legelőször a gyerekeket szólította meg. És a gyerekek szerették őt hallgatni, és a gyerekeken keresztül kezdtek érdeklődni a gyerekek szülei. Tehát ez a fajta érzékenység, hogy az örök evangéliumot, ami nem változik, hogy tudjuk közelíteni a ma emberéhez, ez egy napi kihívás. A szombat 5-nek a látásában ugye nagyon hangsúlyos a tanítványozás. És a szombat 5-re járó főként fiatalokból válogattunk össze egy olyan csapatot meghívásos alapon, akikben úgy gondoljuk, hogy fektetünk, tanítjuk őket, figyelünk rájuk. Ennek nagyon jó gyümölcsei vannak, hiszük azt, hogy ezek a fiatalok, ahogy növekszenek, a jövő generációban oszlopok lesznek abban a gyülekezetekben, ahol szolgálnak, mert ez nem mindegyikük a Veselényi utcához tartozik. Abban a gyülekezetben, ahol ők szolgálnak, élnek, ők meghatározó emberek lehetnek. Tehát ez kicsit a jövőbe való fektetés, vetés, hogy olyan vezetők, tanítók, prédikátorok lépjenek majd elő pár év múlva, akik szeretik az Isten igéjét, szeretnek Isten közelében lenni és abból szolgálni.
Eddig összesen 7 szimfonikus istentiszteletünk volt, 2016-ban volt az első, majd a reformáció évben egy évvel később a második. Azután nyilván a pandémia idején ez kimaradt, és most 24-ben volt a 7. Tulajdonképpen a zenekar akkora létszámban van jelen, hogy a mi kórusunk az ehhez nem lenne elegendő, ezért kialakítottunk egy közös szolgálatot a körúti baptista gyülekezetek énekkarával, énekkaraival. Nagyságrendileg 50-en vagyunk a kórusban. De hozzá kell tenni, hogy az alkalmaknak olyan nem várt módon lett népszerűsége, hogy többen keresnek meg bennünket, lehetne esetleg csatlakozni egy-egy ilyen projekthez. Sárospataktól Székesfehérvárig, szerte az országból. Miután kialakítottuk azt, hogy milyen legyen ennek a kommunikációja, úgy döntöttünk, hogy minden egyes zenei darabot külön teszünk föl. Idáig, most ugye 2024 május vége van, eddig körülbelül 350 ezeren töltötték le, ami messze meghaladta a várakozásunkat, és messze meghaladja azokat az eseményeket, amiket egyébként közvetíteni, illetve közvetíteni szoktunk. Alig néhány perc alatt visszaérkeztünk a MÁ-hoz, a Wesselényi utcai gyülekezet jelenéhez. És megérkeztünk a balatonparti telekre, ahol Isten jelenlétét ünnepelhetik kicsik és nagyok. Úgy azért már elég fáradtak voltunk a keresésbe. És akkor lejöttünk ketten, megálltunk itt, körbenéztünk, és hát ottán mondtuk, hogy miért jó, miért nem jó, stb. Aztán hazafelé a kocsiba úgy éreztem, hogy engem is feszít valami, amit mondanék. Endrét is feszíti valami, de ő sem meri mondani, én sem merem mondani. Aztán én voltam a bátrabb, és mondom, figyelj ide, Endre, ha erre a gyülekezet azt mondja, hogy nem, vagy az előjáróság azt mondja, hogy nem, akkor én megpróbálok valahol keríteni valahány milliót, de próbáld meg te is, aztán ketten megyük már meg. Nem magunknak építjük ezt a tábort, hanem a gyerekeinknek, meg az unokáinknak. És ezért nagyon fontos volt az, hogy egy olyan területet találjunk, amire a fiatalok is igen mondanak. És hiába mutogattam én nagyszerű tanyákat a Kunságba, meg Ózd környékén, egyik sem csillant föl a szemük, de amikor mondtam, hogy 5 kilométerre van a Balaton, akkor a Marci is, meg az Áron is akkor fölnézett az előjáróságén a telefonjából, és akkor már egy kis érdeklődés mutatott a területtel kapcsolatban. És amikor aztán megnéztük, hogy mekkora területről van szó, akkor mindenki megnyugodott, hogy itt el fogunk férni. Mikor lejöttünk, akkor még nem így nézett ki ez a hely. Szóval nem mondom, hogy akkor így felcsillant nagyon a szemünk, de tudtuk, hogy ha ez az Úrtól van, akkor tényleg ő a semmiből valami csodálatosat fog alkotni. És tényleg az, hogy azt is kimondhatjuk, hogy egy ilyen áron, és ilyen helyen, ilyen közel a Balatonhoz. A mai napig, ha valakinek meséljük, vagy meghallja, hogy ez mennyiért lett megvéve, akkor nem nagyon hiszi el. Úgyhogy tényleg ezt egy csodának éljük meg. Pont amikor a felhívás érkezett, akkor a szüleim meghaltak, és a vidéken felszámoltuk gyakorlatilag a teljes ingatlant, meg mindent, ami így volt, és úgy gondoltam, hogy ebből befolyt összegből így valamennyit mindenképpen erre a célra is szánnék, talán így Isten indítására is, és hogy pontosan időben is egyszerre volt ez a két dolog. Uram, hálás az én szívem! Köszönöm, hogy egybegyűjtöttél bennünket, a szívünket. Krisztusban együtt vagyunk a lélek által. Köszönöm, hogy reményünk van egy új dolognak a kezdetére úgy, hogy a régit is folytatjuk tovább. Házi csoportoknak találkozóhely, esetleg gyerektábor, ifjúsági tábor, egy közel 8000 négyzetméteres nagy terület. Van rajta egy kis ház, ami Kaláka munkával nagyon komoly felújításon ment át, és ennek a
tábornak az avató alkalma. Az a vágyam, hogy ez a ház egy életrendezés háza legyen. Tehát, hogy akik ide eljönnek esetleg nehézségekkel, vagy rossz kapcsolatokkal, vagy gyógyulásra várra, az egy életrendezésnek a lehetősége legyen, hiszen így kaptuk ezt ajándékba. Isten felszabadít bűnterhek alól, megkötözöttségek alól, rendeződjenek emberi kapcsolatok, mert hogy Isten a drága szent lelke által jelen van és munkálkodik, és ez a vágyunk, hogy bármi lesz, akkor is, Uram, hallgasd meg a mi könyörgésünket, és maradj velünk. 136 éve nyílt meg a Vesi, 136 év után vagyunk most itt, és avatunk egy újabb épületet, ami a mi közösségünké. A 136. Zsoltárból szeretnék felolvasni néhány verset. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké tart. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert kegyelme örökké tart. Magasztaljátok az Uraknak Úrát, mert kegyelme örökké tart. Nagy csodákat művel egymaga, mert kegyelme örökké tart.